Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mindannyiótokat ezen a szép napos vasárnapon. Kezdjük imánkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amerünk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen veletek mindenkor. És az elelkedel. Remélem, hogy mindenki ki tudja használni ezt a szép tavaszias napot, a első áldozásra készülőknek a csoportja most indult el, a reggeli misén voltak, legyen nekik egy szép napjuk. Olyan sok minden volt már ezen a hétvégén. Tegnap volt Toronto új érsekének a beiktatás, egy csodálatos alkalom volt. Még torontói közösségből is eljöttek így, itt vannak velünk Gyuri és Kati, akik képviselték azt a közösséget, nem a torontói már, tehát az ottavai, mi vagyunk a Toronto. Az ottavai közösségből, ahol a mi torontói érsekünk viszont szolgált az elmúlt 5 évben, és nagyon kedves volt, látszott, hogy szívén őrzi ennek a közösségnek a életét. Aztán esti vesperás. Valahogy úgy szépen vezet minket sok minden ezen az úton. Ezen az úton, hogy elmélyedjünk így a nagybőjtben. Csodaszép keresztünket lefettük már. Ilyenkor szoktuk erre a 2 hétre. Miért? Hogy igazán, amikor majd nagypénteken levesszük róla a leplet, akkor legyen ott annak a meglepetése, hogy mennyire szeret minket az Úr, hogy tudjunk fókuszálni. Lázár története, Lázár föltámasztásnak a történetét fogjuk olvasni. Egy csodálatos történet arra, ami előre megmutatja nekünk, hogy mennyire lehet örülni az életnek, a teljes életnek.
Talán az lehet most így a lelkiismert vizsgáltnak a kérdése, hogy figyelni arra, hogy a saját életünkben mi az, ami sötét? Mi az, ami nem úgy él, ahogy Isten szeretné? Mi az, ami halott az életünkben, ahol szükségünk van arra, hogy Isten minket is megszólítson? Mert Isten több életet akar. Tekintsünk magunkba. Tudjuk, hogy rászorulunk Isten irgalmára, mondjuk közösen a bűnbánat imáját. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg az ószövetségi proféciát Istennek az új életet adó erejéről, és kérdezzük magunkat, hogy valóban hiszünk-e ebben? Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szólt az Úr Ezekiel prófétához. Jövendőj, és így beszélj népemhez. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket a sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Az Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála. Istenem, hallgass a szómra,
szíved figyeljen fel, könyörgő szavamra. Tartod a vétkekek, Uram, Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged. Benned remélek, Uram, és igédben reménykedik lelkem. Lelkem várja az Urat jobban, mint éj őr a hajnal. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. De akiben nem lakik Krisztus lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül a halálból. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, nem hal meg örökre. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Lázár testvérei megüzenték Jézusnak, Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt, ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőjön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványukhoz, menjünk el ismét Júdeába.
Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, még Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: tudom, hogy föltámad a föltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta: én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: hová temettétek? Azok így szóltak: jöjj, Uram, és lásd. Jézus könnyekre fakadt, mert a zsidók megegyezték: nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak: ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta az elhunyt testvére megegyezte: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus ezt válaszolta neki: mondtam már neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte a szemét, és így szólt: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldöttél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta: Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekrelt leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta: oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus, az evangélium tanítása, én bűneim bocsánatára. Kedves testvérek, ez a történet tele van erős érzelmekkel, fájdalommal, vesztességgel, gyásszal, bizalommal és örömmel. Egészen megdöbbentő, hogy Jézus látjuk, mint aki teljesen emberként egészen velünk tud lenni a gyászban. Sokszor temetek, és ott van bennem a föltámadásba vetett hitnek a bizalma. De megvan mindig annak azért a különbözősége, hogy aki temetek, az hogyan kapcsolódott hozzám is személyesen. Tegnap, amikor itt voltunk egy gyászmisén, olyan szép volt, olyan egyértelmű volt, hogy akik beszéltetek róla, hogy érezhető volt a gyász a hiány. És ez a normális. Mert ez azt jelenti, hogy hiányzik a szeretett személy. A mai evangéliumban Jézus arra hív, hogy a teljes bizalommal higgyünk abban, hogy egyetlen egy célja van neki, és a mennyei atyának, hogy életet hozzon nekünk. Hogy egyetlen célja van Jézus minden küldetésének, hogy minden terhet, láncot, megkötöttséget levegyen rólunk. Ezért választottam ezt a képet, a lánc szem, amely meg van törve. Ahogy egyszerűen ott Lázár föltámasztásakor
a segítők lebontják róla a gyolcsot. Egyszerűen kifejezik azt, hogy szükségünk van arra, hogy fölpattanjon az, ami megköt, ami leköt, ami sötét, ami rossz az életünkben, mert erről szól Hűsvét. Ezt a kívánja föl nekünk így a mai vasárnap. Csodálatos történet, egy előképe Jézus föltámadásának. A hely, ahol vagyunk, Betánia, közel Jézushoz. A család, akinek a gyászában osztozik Jézus, Mária, Márta, Lázár, tudjuk, hogy egy Jézushoz egy nagyon közeli, baráti család kellett, hogy legyen, nagyon sokszor megállott Jézus az úton, a tanítványaival, otthon van náluk. Ismerjük őket, történeti figurák. Lázár is egy történeti személy, persze egyben szimbolikusan rólunk is szóló személy, azt fejezi ki, hogy a mi életünkben is ott van Jézusnak a megszólítása, hogy egyszerűen fogadjuk el, higgyük ezt, hogy életet akar adni nekünk, ugyanúgy, mint neki. Érdekes az idő. Nem vagyunk sokkal a Jánosi evangélium azelőtt, hogy Jézus elindul az utolsó útjára Jeruzsálem felé. Egyértelműen már megszületett a döntés arról, hogy elfogják és kivégzik. Tehát amikor olvassuk ezt a szöveget, és ugye tudjuk, hogy most is ez egy hosszabb történet, csak a rövidebb részt olvastam itt így, hogy tudjunk fókuszálni. De tudjuk a történetből, hogy Jézus nagyon világosan tudja, hogy a saját utolsó jeruzsálemi útja felé van. A saját halálával szembesít. A négy nap érdekes. A négy nap a sírban azt fejezi ki, hogy valóban, hogy teljesen halott volt Lázár, a zsidó hagyomány alapján 3 napig még a test mellett ott van a lélek, és utána akkor végképp szétválik a kettő, teljesen meghalt. Miért vár Jézus 2 napot? Mert tudja azt, hogy valami olyan fog itt történni, valami olyat szeretne az Isten mutatni, amely mindenkinek, aki ott van, valahogy megerősíti a hitét. Hogy ez valahogy fölkészíti az embereket, a tanítványokat és a többieket is arra, hogy ott akkor majd, amikor Jézusnak a halál után kell várakozni, akkor ott legyen ez a bizalom. Mert ez az ő haláláról is szól már. És az élet és a halál természetesen ebben a történelemben is, 2 értelemben is itt van velünk. A biológiai halál, aminek egyszer el kell jönni az életünkben, de közben az örök élet kapcsán, amit szeretnénk, amit magunknak, hogy ott van az, ami sokkal több, mint az itteni földi életünk. A végesből, a végtelenbe való átmenetnek a meghívásáról szól ez. És valóban egy olyan történet, amit nem lehet érzelmek nélkül egyszerűen olvasni. Tömeg is észreveszi, hogy mennyire szereti a halottat Jézus. Mennyire szép, ahogy Jézus tud a gyászban osztozni. Jézust úgy ismerjük meg, ahogy a kapcsolataiban, az emberi kapcsolataiban él. Ahogy együtt tud gyászolni Máriával és Mártával, ahogy meg tudja síratni a barátját, és úgy, ahogy atyával a kapcsolatában teljesen rá tud hagyatkozni a mennyei atyára. Jézus megismerjük úgy, aki teljesen ember a gyászában, és teljesen Isten, ahogy vissza tudja adni az életet Lázárnak. És Jézus úgy ismerjük meg, mint aki teljesen képes az emberi párbeszédre. Most csak így a rövidebb részt olvastuk Mártával, de csodálatos, szép, hosszú párbeszéd, ahogy Mártát lépésről lépésre rávezeti a személyes hitre.
Nagyon érdekes, hogy Mártában ott van az örök életnek a hite, ahogy a korban is egyes zsidó csoportoknál, így a farizeusoknál megvolt az örök életnek a hite. A zsidók többségénél nem volt ez ilyen tiszta. Márta hisz elviekben, majd egy utolsó ítéletkor kezdődő örök életben. És milyen szép az, ahogy Jézus rávezeti a saját gyászán keresztül arra, hogy ez a hit ez egyre konkrétabb, egyre személyesebb, egyre nagyobb bizalommal tudjon megfogalmazódni. És ott vannak a központi szavak, Lázár, Lázár, gyere ki! Egészen erős, megszólító szavak ezek. Amikor mi általában beszélünk, akkor mi, amikor szavakat mondunk, akkor informálunk, valamit tájékoztatunk. De amikor Isten beszél, akkor azt mondjuk, hogy ez performatív, ezek teremtő szavak. Lázár, gyere elő, ez ugyanolyan teremtő szavaknak az egymás mellettisége, mint amikor Isten megteremti a Földet. Mert ami itten történik, az egy új teremtés. Újra azt az életet akarja megadni barátjának, amit Isten adott meg az első emberpárnak. És ennek az alapja az, hogy teljesen Jézus rábízza magát az Atyára. Ugyanúgy, mint ott majd a Getszemáni kertben. Teljes bizalommal. És amikor ez a bizalom ott van, akkor megtörténik a csoda. Az fontos így látni, hogy ha bár ez a történet már Jézus föltámadására van előkészítés, de egészen más Lázár föltámasztása, mint Jézusnak a föltámadása. Lázár ebbe a világba jön vissza, ő majd meg fog halni. Ebbe a világba jön vissza, ami véges. Jézus az örök életbe jön vissza. Amikor Lázárt föltámasztja Jézus, akkor ott szükség van az emberi segítségre. Elgördíteni a köveket, levenni a gyolcsot róla. Jézus föltámadásakor nincs ilyen emberi segítségre szükség. Amikor Lázár föltámasztásának a tapasztalatával állnak szembe az emberek, valami hit megindul bennük, de tudjuk, hogy ez még nem lesz elég bizalom. De amikor a föltámadt Jézussal találkoznak a tanítványok, akkor valami olyan dolog történik bennük, ami teljesen átformálja őket. Ami már nem fog elveszni, ami véglegesen megmarad. De csodálatos előképi. A kérdés az, hogy akkor ezt hogyan használjuk mi most ebben a két hétben, ami még itt van húsvétig? Miben segíti a mi útunkat? Az egyik, mint mindig, valószínűleg az, hogy próbáljak őszintén figyelni magamra, befelé. Próbáljak figyelni arra, ami fájdalom, ami gyász, ami teher így az életemben, és vigyem oda Jézushoz. De próbáljak figyelni arra is, ami saját életemben egy belső sötétség. Ahogy mondtam a kezdő bevezető imánál is, észrevenni azt, ami sötét, ami halott, ami nem úgy él az életünkben, ahogy Isten szeretné. Milyen sok területe halott az életünknek. A hitünknek, amikor nem aszerint élünk hétről hétre. Amikor halott a megbocsátásnak a meghívása, mert nem tudunk megbocsátani. Amikor halott a képességünk a szeretetre, mert tudnánk segíteni, és mégse tesszük meg, kényelemből vagy bármiből. Amikor halott az életünk, mert félünk, de nem merünk ott lenni keresztényként azok mellett, akik
akiknek erre most szükség van, és olyan sok területén életünknek. Az első tehát az, hogy légy bátor észrevenni azt, ami nem úgy van az életedben, mint hogy Isten akarná. A másik, hogy légy bátor akkor, hogy vidd oda ezt Jézushoz. Ahogy Márta odavitte a saját fájdalmát, mondd ki az imában, bízd rá teljesen. És a harmadik, hogy gördítsd el a követ. Hogy vegyük észre azt, hogy van felelősségünk nekünk, keresztényeknek, hogy a saját életünkben, ahol észrevesszük, hogy ott van az a kő, ami akadályoz, ha ott van az a gyolcs, ami megköt, akkor azt vegyük le, és van felelősségünk egymás felé is. Amikor látjuk, hogy a másik életét akadályozza az a kő, az a gyolcs, az a megkötöttség, akkor segítsük őt. Ennek van az ideje most. Ezért imádkozzunk különösképpen a hátralevő, húsvétig hátralevő időben. Just for a few words for the English speakers. All the readings are about God's desire, that He would like to release us from everything what is closing our hearts, that there is darkness in our life, that there is death in our life. And the readings show that a new life is possible. What we can do, we have to recognize that there is darkness. We are invited to bring it to Jesus. And we are invited to remove the stones which are blocking our ways. És hogyha bízunk Istennek a föltámasztó erejében, életet adó irgalmában, akkor mondjuk most közösen itt vallásunkat. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mindenki és földnek teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a pokolból, harmadon föltámadt a halottak között, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test föltámadását és az örök életet. Amen. Ennek a hitnek a bizalmával imádkozzunk betegeink földgyógyulásáért, Pap Erzsébetért, Péterért, Kláriért, minden betegünkért, és imádkozzunk elhunyt Varga Mártáért, elhunyt Kadányi Pickének a évfordulóján, tegnap temetett Lajos Margitért. Urunk, hallgass meg minket! De hogy egyházmegyék minden templomába imádkozzunk ma, a tegnap nyugalomba vonult Thomas Collins érsekért, hogy 16 éves szolgálta után legyen egy olyan nyugdíjas időszaka, ahol tudja továbbra is szolgálni Isten népét. Urunk, hallgass meg minket! És imádkozzunk új érsekünkért, Francis Leo atyáért, hogy tudja szolgálni erővel, bölcsességgel, szeretettel, bátorsággal ezt az egyházmegyét. Urunk, hallgass meg minket! Hogy egyházad szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból. Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok és az éhínség leküzdésére.
hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből. Hogy betegeink időben részesüljenek Jézus vigasztalásában és szentségeinek kegyelmébe. Hogy Jézus szavai erősítsenek meg bennünket, amikor a szeretteinket gyászoljuk. És egy kis csöndbe fogalmazzuk meg azt, hol van szükségünk most arra, hogy Jézus hangját meghalljuk, hol látunk sötétséget az életünkben, ahol jó lenne kijönni a világosságra. Ti szándékoltokért imádkozzunk, Urunk, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, eléd hoztuk kéréseinket, áld meg ezeket a te szent akaratod szerint, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk, kéréseink kedvesek legyenek a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, emlének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anya szent egyház javára. Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet, mindannyiunkat megtisztítson ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültünk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő, mint valóságos ember, megsiratta barátját, Lázárt, és mint örök Isten, föltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta, és húsvéti szentségei által új életre támasztott mindannyiunkat. A te földségedet általa imádják az angyalok, akik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Add kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzád, midőn velük együtt újjongva zengjük. Szent vagy, mindenség Urai.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt. Áldj le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő miatt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és vegyétek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta barátainak, és így szólt, vegyétek és igyetek ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel várjuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Fiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. Hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és egész megváltott népeddel. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk most Jézus szavával, úgy, ahogy ő tanít minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, föltámadásod után azt mondottad tanítványaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Urunk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr ezen békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást, te béke jelével. Legyen békesség köztünk. Thank you.
Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit, a mi bűneinket. Boldogok vagyunk, mert meghívott húsvét asztalához Jézus, az Isten báránya. Ízleljétek és lássátok, tapasztaljátok meg életetekben, mennyire szeret minket az Úr. Thank you.
Könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy mindig élő tagjai maradjunk Szent Fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Pillanatra foglaljatok helyet. A neten elérhető, de föl fogom rakni nálunk is majd a Facebookra, szerintem nagyon érdemes meghallgatni egy utólag is legalább a új érseknek a tegnapi prédikációját a Szent Mihály katedrálisban. Egy nagyon szép, egy nagyon világos, egyszer nagyon személyes és nagyon mély üzenete volt. Érdemes egyszerűen, mint egy bemutatkozásként, ki ez, aki fogja vezetni ezt a nagyon fontos nagy egyházmegyét. Tegnap újraindult az iskola, én remélem, hogy mindenki kipihente magát távol levők közül, családok, tanárok. Belevágunk így itt akkor a nyárig tartó időszaknak. Nagyon szép vesperás volt tegnap. Most a mise után egyből akkor itt fönt rózsafüzér, akik szeretnek egy személyes imát kérni Klárinál, akkor az itt fölírható. A héten kiküldtünk egy anyagot, 2022-es évnek így egy anyagi beszámolóját digitálisan. Egy pár példányban kinyomtattuk, akik nem kapják a digitális formát, azok hátul föl tudják ezt venni. Illetve a mai ütés az Share Life, az egyházmegyénknek a karitatív szociális programjaira. Támogassuk, ez mindig fontos. Egyből a mise után majd lent kafé, illetve fél egykor kezdődik az irodalmi délután. Most így a témánk húsvétnak az öröm híre a kandai magyar irodalomba, kapcsoljatok be. Illetve már esik délután 4-kor lesz egy online beszélgetés a filmklub kapcsán. A Tűzszekerek című nagyon szép klasszikus angol filmnek a átbeszélése lesz. A jövő héten egy dologra hívnám föl a figyelmet, a 9-es és a 11-es mise között lesz egy nagyon szép, különleges szentségimádás tezéi énekkel. A magyar kiskórus és az angol közösségnek a kiskórusa közösen fogja ezt vezetni. Gyertek így korábban, kapcsoljatok be, mert nagyon szép lelki készülődés lesz így akkor jövő héten már virágvasárnapra. Sok minden más hír akkor még a hírnökben. Ja, hát még egy dolgot, tehát hogyha aki nem ért angolul, és aki nem tudja itt az érseket angolul meghallgatni, az meg tudja hallgatni magyarul is. Tehát a mostani digitális hírnökbe betettem egy videót, ahol a Toronto érseke magyarul misézik az ottavai híveknek. Érdemes megnézni, tehát mint mondtam, tehát nem véletlenül vannak itt az ottavaiak, mint a szíve csücske. Tehát 5 évig ott sok más szolgálta, mert a magyar közösségben szolgált, és nagyon szépen megtanult így magyarul misézni, beszélni egy pár szót csak, de érdemes úgy egy nagyon szép részt, és ez pont az alkalom, amikor átveszi így a Magyar Köztársaságnak a lovak rendjének a kitüntetését pont az ottavai szolgálata miatt, nézzétek azt is meg. Mit hagytam ki? Szép vasárnap délután, naposat, és használjuk ki az időt. Ebben a napos időben nézzük meg azt, hogy hol van azért a sötétség az életünkben, amit jó lenne, hogyha most még rá tudnánk bízni az Úrra. Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen, kísérjen bennünket a szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Küldetésünk van, menjünk Isten békéjében. Istennek legyen hála. Amit kihagytam, a magyar kenyérvásár is lesz lent.